Számtalanszor megkérdezték már, hogy melyik a világ legjobb játszmája, és szinte mindenki az 1999-es Vajkenzéi Kasparov Topalov játszmára szavaz, amit nem lehet elégszer megcsodálni. Dőljenek hát hátra, most mi is ezt tesszük. E4-re Topalov D6-ot lépett, ami ritkábban fordul elő a repertoárjába, ő inkább a szicíliai védelem híve, de most meglepetést készített elő. D4, huszár F6, és huszár C3 után látjuk, hogy Pirsz lett belőle. Korábban Garri F3-at is lépett már, talán erre számított Topalov. Tehát huszár C3-ra sötét G6-ot lépett, futó E3, és futó G7 következett. Ha itt nem futó G7-et lépett volna, hanem huszár G4-jel megtámadja az E3 futót, akkor futó G5-öt szoktak rá lépni, és kölcsönös esélyekkel következhetett volna a játszma. Futó G7-re jött vezér D2, C6, és itt F3 jött világossal, de Janza lépése is felmerülhet, futó H6-ot is szoktak, tehát C6-ra futó H6 is jó lett volna. F3-ra sötét B5-öt lépett, és világos huszár GE2-vel folytatta. A korábbi vonal sötétnek kedvezőbb, mert még nem sáncolt el a király. Korábban itt B5-re elsáncoltak hosszúra, vezér A5, király B1, huszár BD7, futó H6, futóüt H6, vezérüt H6, huszár B5, stb. Után nagyjából egyenlő állás alakult ki. Tehát világos hetedik huszár GE2-t lépett, itt tartottunk, amire sötét huszár BD7-tel válaszolt. Most ismét futó H6, futóüt H6, vezérüt H6, és futó B7 jött, de lehetett volna E5-öt lépni, vagy vezér A5 is előfordult már. Tehát futó B7-re A3 megelőző lépés következett, amelyre sötét E5-öt válaszolt. Ezen a helyen A5 is lehetséges lett volna, de ugye E5 következett, amire világos hosszúra sáncolt, és sötét vezér E7-tel folytatta. Vezér E7 helyett érdekes lett volna esetleg A6, ami után egy hosszabb változatban világos, egy pici előnyhöz juthatott volna. Tehát vezér E7, király B1, A6, és most a futónak kéne valami helyet találni, illetve az E2 huszárt is a várható hosszú sánc miatt a vezérszárny felé kell kormányozni. Következett ugye hosszú sánc, és huszár B3. Topalov érzi a veszélyt, talán huszár A5, majd D5-tel picit jobban állhatna világos, ezért inkább leüt D4-re. Bástya üti D4, C5, vissza kellett vonulni, bástya D1, és huszár B6 jött. Most Topalov fenyeget D5-tel, de huszár B6 helyett huszár E5 is érdekes lett volna, amire világos futó E2 válaszára sötét nem léphet D5-öt, mert F4, majd E5 után világos nagy támadáshoz jutna. Tehát huszár B6 jött, és itt világosnak van egy jó lehetősége G3. Most sötét király B8-at lépett, a futó H3 sakkot próbálja megelőzni, de ehelyett lehetett volna például D5-öt választani, amire vezér F4, most ismét futó H3 a terv, D4, huszár A2,
és Huszár FD7 futó H3 után megint egy picit jobban állhatna világos. Tehát G3-ra nem D5 jött, hanem király B8 a játszmában. Világos huszára A5-öt választott. Ez egy egyszerű lépés, de objektíve nem a legjobb. Jobb lett volna ismét futó H3, majd bástya HE1-jel kapcsolatban esetleg megpróbálni a centrumban játszani. Tehát huszára A5, most a futóra szükség van, futó A8, futó H3, és sötét úgy gondolja, hogy jól állnak a figurái, megpróbál a centrumban előre törni. D5, vezér F4 sakk, király A7, úgy tűnik elbújt a király, bástya HE1, és most akár D üti E4, F üti E4 után lehetett volna huszár D5-öt tervezni, de erre ugye huszár E4, és huszár üt E4, bástya üt D1, bástya üt D1, futó üti E4, bástya E1, most meg kell védeni a futót, bástya E8, és mégis bástya üti E4, vezér üti E4, vezér C7 sakk, és király A8-ra huszár C6 után a vezér A7 matt csak anyagi áldozattal védhető, illetve hát lehetséges, hogy nem is védhető. Tehát bástya H1-re ez a D üti E4 nem ment, ezért sötét kénytelen volt áttolni D4-et lépett. Lóg a huszár, és most egy áldozatra szánja magát Kasparov, huszár D5. Ezt kétféleképpen is, illetve két huszárral is le lehet ütni. Ha az F huszár ütne D5-re, akkor E üti D5 után vezér D6, és vezér üt F7-tel hatalmas támadáshoz juthatna világos. Tehát nem lehet leütni az F6 huszárral, csak a B huszár ütheti. Huszár BD5, E üti D5, lóg a vezér, el kell vinni, vezér D6. Hát eddig minden rendben van, ám most világos egy hihetetlen bástya áldozatra szánja el magát, bástya üt D4 jön, amire természetesen nem látszik, hogy itt mi lenne, elfogadja sötét a áldozatot, és a kézen fekvő C üti D4-et lép. Jobb lett volna király B6, vagy esetleg futó üti D5, bástya üti D5, huszár üti D5, és vezér F7 után huszár C7-tel védekezni. De nem ez jött, hanem az említett C üti D4-jel folytatta, tehát bástya D4-re C üti D4, amire eldördül a második bástya áldozat is, bástya E7 sakk, amit nem lehet elfogadni. Nem lett volna jó vezérüti D4, mert vezér B6 mindent kivéd, és most bástya E7-re, huszár D7, bástya üti D7, bástya üti D7, vezérüti H8, vezér G1 sakk, és király A2-re futó üti D5, és most világos adhatja fel a játszmát. Tehát bástya üti E7-nél tartottunk, illetve bocsánat, bástya E7-nél, itt nem ütött semmi világos, bástya E7, amire király B6-ot kellett lépni. A Momo vezér üti E7-re, vezér üti D4, király B8, és vezér B6 sakk után egy két lépéses matt van az állásban, futó B7-re, huszár C6 sakk, és ha a király A8-ra lép, akkor vezér A7 matt. Tehát király B6-nál tartottunk, király B6-ra
vezér üti D4, sakk, ott hagyta az A5 huszárt, és király üt A5. Ha most vezér C5 jött volna, akkor vezér üti F6, ugye elhagyja az F6 huszárt, vezér D6-ra, pedig egy hihetetlen futóáldozat, futó E6, amire futó üt D5, és B4 után a bástya B7 erősen fenyeget, valamint futó üti D5 is, és utána bástya B7. Tehát vezér üt D4-re, le kellett ütni a huszárt, király üt A5, B4 sakk, és király A4. Véget ér a Kasparov show? Kérdezhetjük, de nem, folytatódik. Itt világosnak már kétféle nyerése is lehetséges. Kasparov vezér C3-at lépett, de ehelyett akár bástya A7 is egy jó lépés, ami után szép lehetőségek vannak, akár futó B7-re például a helyes lépés bástya üt B7, és most huszár D5-re, futó D7, ismét egy hihetetlen futóáldozat, bástya D7-re például vezér B2, most fenyeget vezér B3 mat, huszár C3, vezér üti C3, és vezér D1-re, király B2, bástya D3-ra pedig, bástya A7 után, bástya A6 ütés fenyeget. Tehát ott tartottunk, hogy király A4-re Kasparov nem bástya A7-et lépett, hanem vezér C3-mal folytatta, fenyeget vezér B3-mal. Ezt ki kellett védeni, most futó D5 nem jó, mert király B2 után a vezér B3 mat védhetetlen, tehát vezér C3-ra, vezér ütött D5-re. Vezér üti D5. Most ismét világos lép, és bástya A7 következett, azonban figyelnie kellett, mert kapitális baklövés lett volna például király B2, ugyanis vezér D4-jel lekötné sötét a vezért, és többé nem lehetne matot adni a A4 királynak, most világos adhatná fel. Tehát bástya A7 a helyes lépés, és nem király B2. Most sötétnek egyetlen lépése van, bástya A6-ot kell védenie, futó B7. Világos ismét áldoz, bástya üt B7. Ebben az állásban hiba lett volna a vezér C7, mert ugyan vezér A5 fenyeget, de most sötét lépés vezér D1 után örökös sakkal tartaná a döntetlent. Tehát futó B7-re nem vezér C7, hanem bástya üt B7. Sötét lép. Úgy tűnt, sötét eddig jól állja a sarat, fogynak a világos figurák, egy teljes bástya hátránya van világosnak, de most, mintha megbicsaklana, vezér C4. De ez így utólag nézve nem olyan hatalmas hiba, mert hogyha bástya üt B7-re, nem vezér C4-jel folytatja a sötét, hanem bástya HE8-at lép, akkor világos még rátehet egy lapáttal bástya B6, fenyeget bástya üt A6 mat, és bástya A8-ra a fantasztikus futó F1 még nyerne, ugyanis fenyeget bástya D6, és ha most sötét, bástya EC8-al ezt megpróbálja kivédeni, akkor vezérű C8, vezér D1 sakk, ugye a bástyával nem lehetett leütni az, a C8 vezért, mert bástya A6 mat lett volna, most király A2, és vezér D5 sakkra megérthetjük a futó F1 értelmét, futó C4, és ha sötét ezt leüti,
akkor vezérű C4, B-üti C4, bástya F6 után egy szinte unalmas bástya végjátékba kerülünk, ami világosnak természetesen nyer, hiszen hamarosan két gyalog előnye lesz. Tehát vezér C4 a látszólagos hiba, sem olyan nagy hiba, itt tartottunk, most világos vezérüt F6-ot lépett, leütötte a huszárt, és fenyeget vezér üti A6 matt, tehát sötétnek ez ellen csak király A3, ami számításba jöhet. Látszólag erős ehelyett bástya D1, azonban király B2, bástya A8 után tovább tudja fokozni világos a támadását, vezér B6-ot tud lépni, fenyeget vezér A5 matt, és vezér D4 csakra, vezérüti D4, bástyaüti D4, és most hullanak a sötét gyalogok, bástyaüt F7, A5, ez kötelező, futó E6 után megint mat fenyeget futó B3, A üti B4, és futó B3 sak, király A5, A üti B4 sak, és most nem lehet leütni bástyával a B4-et, mert C3 után nincs helye a B4 bástyának, le kell ládoznia a minőséget, és utána a királyszárnyi gyalogtöblet világosnak egyértelmű végjáték előnyt adna. Tehát vezérüt F6-ra nem bástya D1 sakk következett, hanem a király leütötte az A3 gyalogot. Világos vezérüti A6, most király B4 az egyetlen, és ismét egy áldozat, talán soha nem lesz vége, C3 sakk, királyú C3, most király B3 sem lett volna jó, mert vezér A2, királyüti C3, vezér B2 sakk, király D3 után akár futó F1-et is léphetne világos, és természetesen nem a vezér nyerés a cél, hanem néhány lépéses mat következne. Tehát király C3-nál tartottunk, következett vezér A1 sakk, és most a király akár B4-re is léphetne, de Topalov nem lépett B4-re, nyilván látta, hogy király B4-re vezér B2 sakk, most nem lehet közbeúzni a vezért B3-on, mert arra bástyaüt B5 azonnal nyerne. Ha a király A5 felé megy, akkor vezér A3 sakk, és vezér közbehúzásra bástya A7 után ismét lenyerjük a vezért. Tehát vezér A1-re király B4 nem megy, marad a király D2. Király D2-re egyetlen lépése van világosnak, vezér B2, de ez nyer. Király D1. Hát ez nem álom, ez a valóság. Az elárvult király E8-ról indult, és most D1-en tanyázik. Király D1 helyett király E3 lehetett volna még, de bástya E7 után világos ismét könnyen nyer, vagy vezér B2-re, nem E3-ra és nem D1-re, hanem E1-re is mehetett volna, de a játszmához hasonlóan bástya E7, király D1, és hát elárulom, ismét egy áldozat, futó F1 után világos néhány lépésben nyerhetne. Tehát király D1-re, akkor az előbb említett futó F1, hát még ez is, és a vezérrel természetesen nem lehet leütni a futót, ugyanis vezér F1-re, vezér C2 sakk, király E1 az egyetlen, és bástya E7 után a következő lépésben mattot kapna sötét. Tehát futó F1 marad, egyetlen egy ellentámadás, egy visszatámadás, bástya D2, amire, hát hogy ne legyen vége, a kegyelemdöfés, az utolsó áldozat bástya D7, a fekete bika féltérden, és ezer sebből vérzik,
bástyaüt D7, futóüti C4, a vezér E2, illetve a vezér C1 matfenyegetés miatt kénytelen leütni, tehát nem lehet elvinni a H8 bástyát az ütésből, tehát le kellett ütni a futót, és most leüti világos a bástyát, és innentől kezdve kézügyesség dolga, világos nyerése, bástya D3, vagy ehelyett például bástya B7-re, király A2, és király C2-re egy nagyon egyszerű, centrumban törő vezér, vezér D4, kivéd mindent, az A7 bástyamattot, illetve a C4 gyalogot egyszerre támadjuk, illetve fenyeget vezér E4 bástyanyeréssel. Tehát emiatt vezérüt H8-ra nem bástya B7 sakkal folytatta, hanem bástya D3-at lépett. Most következett vezér A8, oldalváltás, C3, vezér A4 sakk, most király D2-re vezér C2 nyerne, vagy a játszmába következő király E1-re világos, az egyszerű F4, sötét F5-öt lépett, és király C1 után szép lassan kiszorítja a sötét figurákat, bástya D2, és vezér A7 után az egész vezérszárnyi gyalog sort le lehet ütni. Most természetesen nem megy bástyaüt H2, mert bástyaüt H2-re vezér G1 lenyerné a bástyát. Úgyhogy ebben az állásban sötét feladta a reménytelen hadakozást, és világos nyert. Ragyogó parti, szinte megismételhetetlen, és kívánok minden hallgatómnak hasonlóan szép játszmát. Ha egyszer az életben ilyet tudnak játszani, akkor azt hiszem mindent elérhettek, amit a sakkban el lehet érni. Köszönöm a figyelmet!